Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az MTB Max Train különkiadású MAV trakció M41-2171-es pályaszámú dízel mozdonyának a Limit modellben által feljavított H0 építési nagyságú digitális hangos modelljét mutatom be nektek röviden. A Max Train mozdony limitált kiadású összesen 129 darab készült belőle, a bemutatott példány pedig további csinosítást kapott egyedi megrendelésre a Limit modellbánnál. MTB csörgőről már volt részletes bemutató, illetve ugye belettek mutatva az azóta megjelent gyári mozdonyok, így most csak a különbségekre fogok ebben a videóban kitérni és fókuszálni. A mozdony alapja a Max Train külön kiadású, 6. korszakos M41-2171-es pályaszámú csörgője. A gép különlegessége az átmeneti feliratozása, elől még az M41-2171-es pályaszám és alatta a HMAV-TR felirat található, oldalt viszont már a 12 jegyű UIC pályaszám 418-171-es jelöléssel, alatta pedig természetesen HMAV-TR. És a pályaszám az már ugye az új gépeken látott helyen van, a vezető fülke melletti részen oldalt. Ilyen formában egy különleges gépről beszélhetünk, a legtöbb mozdony ugyanis 2011 folyamán majdnem egyszerre kapta meg előre és oldalra is az ekkortól életbe lépő szabályok által előírt új UIC pályaszámot. Nézzük, hogy az alapmodellen milyen változtatásokat végzett el a Limit modellben. A tetőre felhelyezésre kerültek a helyes kialakítású kürtök, eléjük pedig fotomaratott rácsok. A mozdony B vezető állása fölé elhelyezésre került még egy antenna, emellett középen a kipufogó egy helyes méretű darabra lett cserélve. Oldalt fotomaratott festett gyári tábla került felhelyezésre, emellett a vezetőállásnál oldalt részből készített légterelőt találunk a szellőző rács előtt. A vezetőállás oldalsó ablakai mellé elhelyezésre kerültek a rézmaratott prototípikus visszapillantó tükrök, elől a szélvédőknél pedig szintén rézmaratott ablaktörlők kerültek felszerelésre, természetesen az eredetin található alkatrészekkel megegyező kivitelben. A mozdonyon található kapaszkodók én úgy vettem észre, hogy mind újra lettek ragasztva, itt már nincs nyoma a gyári ragasztófoltos rögzítésnek, nagyon szépen, egyenesen, vízszintesen, párhuzamosan és szögben áll minden úgy, ahogy kell. Belül kifestésre került a vezetőállás, és a Limit által a mozdonyba tervezett méretes hangvödörbe került egy kocka hangszóró. A hangvödör hasonló az MDA-ban látottakhoz, a különbség annyi, hogy ez direkt az M41-es belső méreteihez lett alakítva és készítve. És most nézzük és hallgassuk meg a Digitools hangdekóderrel és csörgő hanggal ellátott mozdonyt üzem közben egy a korszakban hozzáillő szerelvénnyel. Thank you.
Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!